Minden esztendőben a kommunizmus áldozatainak emléknapján adják át a Hit Pajzsa díjat 2008 óta. A mára már különösen nagy rangra emelkedett kitüntetést idén Cike Imre János atya kapta, aki több szállal is kötődik az Újbuda jelvényeként is ismert templomhoz. A budai ciszterci gimnáziumban érettségizett. Pap és szerzetes szeretett volna lenni, de a rendeket éppen akkor oszlatta fel a kommunista diktatúra. A hányattatott sors, az örök küzdelem lett János atya osztályrésze, de Isten segítségével és kitartásának köszönhetően megvalósította céljait. Illegalitásban is tagja lett a ciszterci rendnek, pappá szentelték, és életútja a küzdés szép példaképévé avatta. A díjátadón dr. Bolberic Pál, a Hit Pajzsa díj kitüntetettje és kurátora méltatta életét, de dr. Szentes Tamás főpolgármester helyettes és Hoffman Tabás Újbuda polgármestere is köszöntötte az ünnepelt szerzetest. A díjátadón részt vett excellenciás Spányi Antal püspök úr is, aki megáldotta a templomot zsúfolásig megtöltő hívek seregletét. 2000-ben a Magyarország gyűlésbe kezdeményeztem, hogy a kommunizmus áldozatainak legyen emléknapja. A parlament akkori többsége, a Fidesz, MDF, kisgazdapárti képviselők ezt megszavazták, a baloldal nem támogatta ezt a javaslatomat, és azóta megünneplik minden év február 25-én a néhai Kovács Béla egykori kisgazdafőtitkár szovjet hatóságok általi törvénytelen letartóztatása napján a magyarországi középiskolákban a kommunizmus áldozatait. Ekkor atya jó barátommal, Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas íróval elhatároztuk ketten, hogy díjat alapítunk, Parma Fidei, latinul, magyarul Hit Pajzsa díjat, azon egyházi, élő egyházi személyek részére, akik a Rákosi Kádár diktatúrában hűek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz, és úgy gondoljuk, hogy méltóak, hogy felmutassuk a új nemzedék számára, mint példaképek. Ma 13. alkalommal adjuk át, ugye a Cike János atyának, ciszter szerzetesnek adjuk át a díjat. A díjról még azt el kell mondani, hogy minden évben csak egy személy kaphatja meg, nagyon sok névjavaslatot kapunk, kuratóriumunk nehéz helyzetben van ezért, mert ez volt az alapításnál cél, hogy csak egy személy kaphatja meg. Én úgy gondolom, dicséret nélkül a díj ma már eléggé elismert lett, súlya van ezáltal, és a hívek nagy érdeklődést tanúsítanak minden évben, hogy vajon ki kapja meg a következő évben a Hit Pajzsa díjat. Mindig olyanok kapják, akiket meghurcoltak, akik az egyházért szenvedtek. És jobbnál jobb nevek. A legelső volt Placid atya például. És most nagyon örülök, hogy itt vagyunk a ciszterciek templomában, és egy ciszterci atyát fogunk kitüntetni. Bevallom, hogy én még soha nem találkoztam vele, úgyhogy nagyon várom a találkozást. Ha nem is tudjuk a teljesség igényével felsorolni mind a 12 díjazottat, de eddig nagyjából úgy pár nevet említem, hogy kik kapták meg. Bolberic Pál professzor úr, Placid atya, aki nagyon hosszú ideig itt szolgált a Szent Imre templomban. Itt vannak a érdi ciszter apácák, akiknek apátnője Gemma nővér is megkapta már. Említhetem Kerényi Lajos atyát, piarista szerzetest, tavaly Brusznyai Árpád plébános úr, a veszprémi családnak a tagja kapta ezt. Említhetem Bálint József, azóta elhunyt jezsuita szerzetest, Regőci atya, az Isten vándora, még életében megkapta a díjat, mert ő is elhunyt már, tehát így sokan, 13-an kapták meg összesen. Cike János életéből melyek azok a pontok, amelyek meghatározóak voltak az önök döntésénél is, hogy ő kapja 2014-ben a Hit Pajzsa díjat? Cike atya olyan kitartóan, álhatatosan kitartott amellett, hogy ő szerzetes legyen és katolikus pap legyen, hogy annak ellenére, hogy az élete során mindig egy ilyen kommunista, diktatúrikus lépés következtében eltávolították
akár a szemináriumban, akár a papi pályára, de mindig visszatért és készült arra, hogy majd elérkezik az a pillanat, mikor a ciszterzita rend ismét működést kaphasson. Ez ugye 1989-ben a rendszerváltozás indulásakor megtörtént, tehát álhatatos kitartással készült a szerzetesi hivatására. Biztos sokan kérdezik, nem is annyira sajnos, hanem inkább szerencsére nehéz dolga lesz a bizottságnak néhány év múlva, hiszen ugye ez a szörnyű korszak egyre inkább a múlt hobájába merül. A díj gondolom akkor is működni fog tovább, akkor is át fogják adni embereknek, akkor kik kapják majd meg? Én azt gondolom, hogyha a Kádár korszakot, akik végigélték és még fiatalabbak, akkor ők következnek. De hát majd meglátjuk. Bolberis atya ezt elintézi. Nagyon szép ünnepségre készülnek. Általában hol tartják a díjátadókat? Miért vannak most itt a Szent Imre templomban? Valóban különböző típusú helyszíneken, volt már a Magyar Rádió márványtermében, vagy volt a Pesti Vigadóban, gimnáziumi dísztermekben, például a szomszédos Szent Margit gimnázium dísztermében, éppen Kerényi Lajost, aki ott volt hittantanár, ott tüntettük ki, templomokba is szoktuk. Úgy gondoltuk, a Szent Imre városban, egyáltalán a 11. kerületben Budán, ez a templom a katolikus középosztály fellegvára volt, mind a Rákosi Kádár rendszerben, mint azóta is. És Cikke atya itt szolgált hosszú időn keresztül, és mivel egy ciszter szerzetesről van szó, adódott, hogy a ciszter rend budai nagy templomában legyen a díjátadás. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a budai ciszterci Szent Imre templom minden kedves vendégét ezen a csodálatos reggelen. A Szent Imre plébánia életében nagyon fontos az, hogy szeretett rendtársunk János atya ezek között a falak között veheti át a hitpajzsa kitüntetést. Isten hozta János atyát és mindazokat, akik az ő tiszteletére és ünneplésére jöttek el Szent Imre budai templomába. Ez a templom az egyházöldöző Kádár rendszerben is a budai katolikus középosztály fellegvára volt. Azokban a kemény, diktatórikus időkben vasárnaponként a diákmisén 25-30 minisztrán segédkezett itt a szentélyben, a plébánián 6-7 atya tevékenykedett. A Szent Imre városiak megőrizték emlékezetükben Ruppert János, Gyimóti Károly, Mádai István, Vizi István, Pirinyi József, Szabó Géza és a fiatal Bolberic Pál atya nevét. A hívek rendíthetetlenül vállalták katolikus meggyőződésüket, arcukat, nevüket adták, miközben 1969-ben politikai fogolyként 23 hónap szigorú fegyházra ítélték a 2010-ben hitpajzsal kitüntetett Regőci István atyát, sőt, 1977-ben politikai elítéltként még börtönben ült Lénár Ödön piarista szerzetes. 1988-ban érettségiztem a szomszédos épületben, ami ma úgy is, mint alapításakor a ciszterci rend gimnáziumaként működik, akkor viszont József Attila gimnázium volt. A családunk szervesen kötődött a gimnáziumhoz, nagymamám, mint világi tanár kezdett ott dolgozni, és az állami átvétel után is folytatta munkáját, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy gyakorolja vallását. Ezt követően az igazgató eltanácsolta az iskolából, és már soha nem gyakorolhatta a tanári hivatását. Ugyanakkor így utólag is tudjuk, hogy szüleink nem véletlenül irattak minket ebbe a gimnáziumba. Az intézmény szellemisége ott volt ugyanis a falakban, mindannyian tudtuk, hogy hol volt a kápolna valaha, és tudtuk, hogy amikor osztálykirándulásra megyünk, vasárnap el fogunk menni misére. Tudtuk, hogy ott vannak azok a tanárok, akik tovább vitték azokat az értékeket, amelyeket az alapító képvisel, és Vasbányai tanár úr az irodalmat más szellemben tanítja, mint ahogy azt a hivatalos tankönyvek képviselik.
dr. Csike Imre János ciszterci áldozópap, aki a Bakony lábánál fekvő ősi zirci ciszterci apátság székhelyén él és szolgálja rendjét, egyházát, mint ciszterci szerzetes. Dr. Csike Imre öt gyermekes hívő katolikus családból származott. Édesapja mérnök tanár, édesanyja Lovics Ilona, az ó gyönyörű szép kezdetű, kedves karácsonyi egyházi énekünk szövegének szerzője. Csika atya budai ciszterci gimnáziumban jár. Már korán felébredt benne a ciszterci szerzetesi hivatás. Előbb jelölt, majd novicium is lett a rendben. Ám 1950-ben a kommunista rendszer felosztatta a szerzetes rendeket, és így nyilvánosan nem folytathatta szerzetes életét. Érettségi után a budapesti TEFU vállalat gépkocsi vezetőjeként dolgozott, és mint munkáskáder a Nagy Imre féle rövid együlést követően és azt kihasználva felvételt nyert a budapesti Eötvöstorán Tudományegyetem jogi karára, Budafokon volt bírósági fogalmazó, de nem fogadta el a bírói rangra emelést, hanem inkább az egyházi szeretett szolgálatnál töltött be gépkocsi vezetői és ápolói feladatokat, letette szerzetesi fogadalmait is, titokban ciszterci szerzetesként, de hivatalosan esztergomi fiegyházmegyés papként működött az egyházmegyében évtizedeken keresztül, volt az esztergomi érseki bíróság jogi szakértője. A rendszerváltás után maradt a Szent Imre plébánián káplán, mint ciszterci szerzetes, mert akkor már ciszterci templom volt újra a Szent Imre templom, közben a ciszterci gimnázium hittanára is volt. Pálma ideje a hit pajzsa kifejezés szentírási ihletésű. Vasasvárgyi Dénes apát úr mentársunk megfogalmazásában 90. zsoltár így hangzik. Páncélod lesz és pajzsa lesz a karja, kóbor falkától ilyen nem kell félned, se nyűvesztőtől napok. Hajts, véd, megtanul védeni és védekezni. Meg kell élni a hitet. Na de hogyan? A bencés szellemiségű keresztény ember, tiszteleti ág is tudjuk, bencés ág, a regula szavaival felel. Így ez a két szó nincs benne a Szent a regulában. Imádkozzál és dolgozzál, de arról szól minden mondata. Ezt kell megvalósítani.